A Temze iszonyú bűztárasztott abban az évben, és a nyári forróság rátett még egy lapáttal. Az egykor tiszta folyóvize most barna masszává változott, amiben minden megtalálható volt. Háztartási szemét, állati maradványok a halpiacról és a vágóhídról, emberi űrülék. A város hulladozott a saját mocskában. Jack aznap is korán kelt. A vászon tarisznyájába pakolta a keféket, a rongyokat és pár kenőcsös dobozt. Aznap sem reggelizett. Az a gazdag gyerekek kiváltsága, tudta jól. A fejére tette a sapkáját, vállára akasztotta a tarisznyáját. Hóna alá csapta a sámlét, és az utcán terjedő bűzzel mit sem törődve, sietve indult a nyugati városrész irányába, hogy odaérjen, mielőtt beköszönt a rekkedő hőség. London nyugati részében tehetősebb családok éltek. Olyan hely volt ez, ahol sok férfi kemény kalapot viselt. Úgy tűnt, ezek az emberek különösen igényesek a cipőikre, és ez jó lehetőség volt egy olyan 8 éves fiú számára, mint Jack. Cipőt pucolni mindenki tud, és meg lehet vele keresni napi 1-2 penit, ha ügyes az ember. Bár ez a kuncsaftokon is múlik. Vannak, akik nem akarnak fizetni, de vannak olyanok is, akik nem lustaságból, hanem adakozásból veszik igénybe a cipőpucolók munkáját. Ilyen visszatérő ügyfél volt az öreg Smith is, a vén buzeráns. Általában vigyorogva tűrte, ahogy a kis Jack fényesre suvickolja a cipőjét, és közben mindenféle kérdéseket tett fel a fiúnak. Jack gyakran belepirult, de mindig őszintén válaszolt az öregnek. Végül is Smith rendesen fizetett, és nem volt vele nagy gond. Különben is, olyan öreg már, mint az országút. Lehet, hogy hamarosan felfordul. Az a nap sem kezdődött másképp. Már 9 óra előtt megjelent az öreg Smith. Ahogy meglátta a fiút, elvigyorodott és leült vele szemben, mintha csak azt kérdezné, hogy itt jel, öcsi? Jack illendően köszönt és munkához látott. Mikor a cipők már csillogtak, villogtak, a fiú abba hagyta a munkát, és kérdően az előtte ülő vén emberre nézett. Az öreg rávigyorodott. Szóval, nem szőrösödik még? Kérdezte a vén ember undorító csillogással a szemében. Nem szőrösödik, Mr. Smith. Még csak 8 éves vagyok. Válaszolta illedelmesen Jack, és arra gondolt, hogy egyre jobban utálja ezt az embert. Na jó, szólt az öreg, és keselvesen feltápászkodott a székből. A zsebeiben matatott apró pénz után kutatva, aztán lehajolt, és egy érmét dobott a bádok dobozba. Fém csörrent a fémen. Smith talán ezért nem is vette észre, mikor elejtette a zsebóráját. Minden jó, töcsi, mondta a vén ember torz mosolyjal, és botjára támaszkodva tovább indult az utcán, abba az irányba, ahonnan érkezett. Rohadj meg, gondolta magában a fiú, és a kezébe vette az utcakövön hevelő zsebórát, mielőtt bárki észrevette volna. Csak akkor merte kivenni a zsebéből az órát, és újra a kezébe venni, miután hazaért. Maga volt a teste töltött gyönyörűség. Láthatóan nem tett benne kárt az esés. Ketyegett, és az üveg nem repett el. A mutatók körbe-körbe jártak, mintha valami démoni erő mozgatná azokat. Betűk is voltak a számlapon, de Jack nem tudott olvasni. Igazából a számokat se ismerte. Füléhez szorította a súlyosnak tűnő kis szerkezetet, és lehúnyt szemekkel hallgatta ezt a fenomenális zenét. Tik-tak, tik-tak. Később felfedezett egy halkabb és gyorsabb hangot is a hangosabb ketyegés mellett. Tik-tak, tik-tak, tik-tak. Aznap éjszaka alig aludt. Mintha neki is fogaskerekek, lendkerekek és tengelyek forogtak volna a fejében. Némelyik lassú méltósággal, némelyik szaggatottan. Más fogaskerekek eszement sebességgel pörögtek. Egy gyerekvers jutott az eszébe. Egy mondóka. Nem emlékezett rá, hogy hol hallotta ezt korábban. Jaj, de szép, szedjük szét, nézzük meg a belsejét. Ez a kis vers egyenesen az agyába fúrta magát.
Másnap reggel fogott egy rozsdás szeget, és egy macska kövel addig pörölte, még a hegye lapos lett. Eldobta a felforrósodott fémet, mikor véletlenül az ujjára ütött, de csak azért, hogy pár pillanat múlva ismét kezébe vegye. Fogta az öreg Smith zsebóráját, és a szeglapos végével felpattintotta a hátlapját. Szeme kikerekedett a látványtól. Jack 38 éves korában már nem cipőpucolásból élt. A vágóhídon dolgozott. A munka fizikailag fárasztó volt, de legalább annyit fizettek, hogy esténként le tudott részegedni. Abban az időben London keleti részében lényegében mindenki alkoholista volt. Jack se lógott ki a sorból, de aznap este, mikor végigment a Hanbury Street-en, még színjózan volt. Az eső épp hogy csak elkezdett csepegni. Az utca sötét volt és kihalt. Ezen a környéken nem voltak gázlámpák, embereket sem látott. Mikor ennél kilépett az egyik kapu bejáróból, Jack rögtön tudta, hogy ő lesz az. Régebben már látta ezt a nőt, és a nevét is tudta. Annie Chapman. Gyönyörű volt. A nő, mintha kicsit részeg lett volna. Hé, te! Akarsz szórakozni? 3 penny? Jack a hasfelmetszőn nem válaszolt. Megmarkolta a zsebében a kést, és közelebb lépett a lányhoz. Újra eszébe jutott a régi gyerekvers. Jaj, de szép! Szedjük szét! Nézzük meg a belsejét!